Tavasszal virágba borul a természet, azonban ahhoz, hogy ezek a növények a kertünkben is jól érezzék magukat, érdemes szakember tanácsát kikérni. Szép kertben szerintem mindenki megnyugszik. Én legalábbis mindenképpen, amikor elmegyek anyukámhoz, és kimehetek a kertjébe egy kicsit, akkor ott kizárom a külvilágot. Hát igen, a kert az a feltöltődés helye, az igazából az ilyen csöndes szemlélődés, a nyugalom, és tényleg a természet szintere. Viszont nem mindegy, hogy néz ki az a kert, mert egy nagyon szép kerthez nagyon sok munka is párosul. Igen, de a munka az a feltöltődésünk, az a pihenésünk része. A növények és a virágok meghálálják a belefektetett munkát. Legjobb példa erre talán a rózsa. Május közepétől folyamatosan virágzik a fagyokig, egészen sokszor karácsonyig. Többféle rózsát látok itt, például ezt a nagyon-nagyon tömött, ilyen fodros szirmú rózsát, ilyet még nem is láttam. Ők az angol rózsák. A tearózsákat keresztezték a történelmi angol rózsákkal. A tearózsáktól hozta a rendszeres visszatérő virágzást, hozta nagyon kellemes illatot, és az angol rózsáktól pedig magát a növénynek ezt a törékeny báját. 100 szirma van egy angol rózsának, ugye az angol rózsáktól még több illatot hozott a tearózsák eredetileg is illatos világába. A rózsa egyébként nagyon jól mutat együtt levendulával, ami visszaveti a rózsának a tetvesedését. Egyszerre virágoznak, úgyhogy lila virágjával nagyon jól kiegészíti bármelyik rózsának a színét, és a szürke levél színe is jól megy a rózsa ágyásban. Nem csak napos lehet egy kert, hanem lehetnek árnyékos részei is, fák alatt, épületek árnyékában. Úgyhogy vannak más olyan növények, amelyek szintén sok virágzásával a nyári időszakban feltöltenek minket, gondozásukkal feladatot adnak nekünk. Például a hortenziák egész nyáron virágoznak, van napra ültethető változata is, és van, ami inkább az árnyékot vagy a félárnyékot kedveli, és a nyírkos, nedvesebb talajt. Ezek a talajra is igényesebbek, ezeket tűzeges, kevert talajba szokták ültetni. Mi a teendő ilyenkor a hortenziákkal? Hát a hortenziákon, hogyha rajta maradnak a tavalyi virágok, akkor azokat ilyenkor megmetszük, ideális esetben még az új levelek kihajtása előtt, és hortenzia táppal, hogyha tápozzuk őket, az csavanyítja a talajukat, és intenzívebb lesz a virágszínük. Vannak olyan hortenzia típusok is, amelyek a napos helyet kedvelik főleg. Szintén nagyon sokat virágoznak fehér, vagy rózsaszín virágjuk van, de általában fehérek, és méztűrő, talajra kevésbé igényes növények. A virágokkal nem csak a munka van tehát, hogyha elvégezzük a szükséges feladatokat, akkor gyönyörködhetünk bennük, és bizony kikapcsolódhatunk a kertben.